időről időre megkapjuk azt a kérdést, hogy a nagy napot megelőző bulira, a lány vagy legény búcsúra milyen játékokat tudunk ajánlani. És ebben a videóban Almával végigvesszük, hogy ilyenkor milyen játékot érdemes választani, és mind a ketten hoztunk 3-3 olyan játékot, amit akár a saját búcsunkon is szívesen játszanánk. Legyen könnyen hordozható, de egy 10 kilós társast kelljen már cipelni. Legyenek benne csak kártyák, ne kelljen sokat setupolni. Ne legyen túl drága, ne fájjon az ember szíve, hogyha leönti egy kis itókával. Legyen könnyen tanulható, tanítható és értelmezhető, hiszen valljuk be, azért egy ilyen bulin az agysejtek száma kicsit alacsonyabb számon rezeg. És minél több fővel játszható legyen. A What Do You Mean egy igazi parti játék lesz, amit akárhányan játszhattok, fényképeket fogtok kijátszani, ami alá minél viccesebb szöveget kell rakni. Aki a legviccesebb szöveget rakja ki alá, ő fogja folytatni a sort. A Gargoyle Party játékban, amiből van fémdobozos, illetve papírdobozos változat is, a játékosoknak az lesz a feladata majd, hogy különböző slágereket úgy énekeljenek el, hogy egy kort itallal a torkukban éppen elgargalizálják az adott dalt, és a többi játékosnak rá kell jönni, hogy melyiket énekelhetik. A konyec-konyec szintén egy nagyon jó parti játék, ahol mi leszünk az orosz fronton a szakácsok, és minden jobb színű ételeket kell keverni, mert már régen elfelejtették az ételek nevét és ízét. A Shit Happens-ben igazán eldurvult és megbotránkoztató szituációkkal fogtok találkozni, és az lesz a feladatotok, hogy ezeket a szituációkat rangsoroljátok a rajtuk található szarométer szám alapján. Az a játékos, aki először gyűjt össze 10 ilyen kártyát, megnyeri a játékot. A Twinitben absztrakt mintáknak a párját kell megtalálni a legnagyobb káoszban, minden gyorsabban rácsapni, és aki a legtöbb pár tudja összegyűjteni, ő fogja megnyerni a játékot. A Fogd a Szappan Party játékban a játékosok a börtönben vannak, és mindenki azért küzd, hogy nehogy ő játssza ki a kezéből a szappankártyát. Ezt úgy tudják elérni, hogy másfajta kártyákkal átjátsszák a többi játékos kezébe a szappanokat, ezáltal megment a saját magukat. Börtönhumor, kicsit fura, de azért mindenképpen vicces. Ha fel szeretnéd dobni a legény vagy a lány búcsúdat, viszont a sok tervezés mellett már nincsen se időd, se energiád arra, hogy kitalálj játékokat, akkor mindenképp érdemes az említett társasokból válogatnod. Megtalálod őket webshopokban, illetve szaküzleteinkben. És hasonló jópofa tartalmakért iratkozz fel a csatornánkra, illetve kövess be minket Facebookon és Instagramon is. A következő videóig pedig jó szórakozást! Sziasztok!